nagy szeretettel köszöntök mindenkit, tessék, tessék utat. Előre tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a mai megkezdett hallgatás piciben lesz más, mint az előzőek, hiszen az előzőek az volt, hogy 51 kérdés, 51 válasz, úgy beszéltük a kollégákkal, hogy először begyűjtenék a kérdéseket, és a végén válaszolnánk, és természetesen minden tudunkra egyszerűen válaszolni, amire pedig nem, az 15 napon belül, vagy egyszerűen azt mondja, hogy 15 napon rá, 15 napon belül pedig írásra megválaszoljuk, és ezért kérném minden kérdés feltevőnek a nevét és címét, hogyha válaszolunk az írás, akkor ki tudjuk küldeni, a kollégám fogja felírni. Én a harmadik ciklus végén vagyok, 12 évű polgármester, és ha megengedik, én picit hátrébről kezdeném, nem erről az egy évről beszélnék, hanem erről egy évről majd beszélnek a bizottsági elnökök. Inkább arról fejtenék pár szót, pár gondolatot, osztjék meg önökkel, hogy honnan indultunk, hogy kerültünk ide, ahol vagyunk, és hogy én mint a város 12-től regnáló polgármestere, miben látom a város jövőjét, hogy képzelem el. Most hát valamikor 2006-ban, bizonyán sokan emlékeznek rá, átvettünk egy csőd szerint ántorgó várost. Én azt gondolom, hogy és itt a mögöttem lévő kivetítőn lehet látni, hogy az elmúlt években, elmúlt 10 évben mitől is mondhattuk ezt a település várostak, mi történt ebben a városban, mik épültek, akár tárgyi értelemben, akár olyan vonatkozásban, hogy közösségek, civil szerveket, hogy tudta az önkéntes támogatni, hogy ez működjön. Természetesen sosem szabad kiragadni egy települést a környezetéből, és ezeket is mindig úgy kell vizsgálni, ahol van Magyarországon és az agglomerációs övezetben. Nos hát, az elmúlt 10 évben sokat fejlődtünk, sok mindent építettünk, de ezt azért nem mondom, mert miközben a közöttársak mit tesznek, önök láthatják. Láthatják, hogy miért szolgáltunk rá annak idején a városi rangra. Csak annyit mondok önöknek, hogy előtte rendőrösünk, volt egy bezáratlan szemétbányánk tele patkánnyal, a megszűnés szélén volt a sportkörünk, gondot okozott akkoriban szintől, miből fizetjük ki a fizetéseket, ne legyen újrazósítanunk. És mindezt sikerült szépen ledolgoznunk, és elérkeztünk oda, hogy nyugodtan mondhatjuk, az elmúlt években a város biztos anyagi alapokon nyugszik. Szoktam elmélkedni erről, hogy ez miért van így, miért nem lehet jobb, vagy miért nem rosszabb. És ugye vannak vélemények, akik azt mondják, hogy ez csak annak köszönhető, hogy az országban milyen változások lettek, igen, ez is benne van. De a másik nagyon fontos, hogy ez a település 12 év ezelőtt 30 millió forint ipolizési adóval rendelkezett, ma pedig 300 millióval. Azaz meg 10-szereződött ez a bevételünk, ezt teszi lehetővé azt, hogy ma azt mondhassam önöknek, a város biztos anyagi alapokon nyugszik. Annyira jól teljesítünk, hogy el kell, hogy mondjam önöknek, jövőre 81 millió forinttal csökken az állami támogatásunk, mert adóerő képességünk az ipolizisodon köszönhetően ilyen jelentősen emelkedett. Na most én is az Egáros polgármestere vagyok, ezért mikor bárki veszel tőlünk egy forintot is, az úgy érzem, hogy nekünk fáj. De ezt elmondtam a képviselőtestület ülésen is, hogy szolidáris ember révén én megértem, hogy azokat a településeket kell támogatni, akik nem rendelkeznek hasonló erővel. Úgyhogy megértem, de engedjék meg, hogy ennek ne örüljek. Hogy ne örüljek annak, hogy évi 80 millió forintot ki kell vennünk a fejlesztésből, abból a fejlesztésből, ami szerintem azért látványos, és én szeretnék, és nem végig menni. És hát remélem, hogy képviselőtársaim, bizottsági elnökök ezt el is fogják mondani. Az elmúlt egy évben, még egyszer mondom, a mögöttem lévő tízelet láthatják folyamatosan, az elmúlt egy évben azért szeretném önöknek örömmel jelenteni, hogy folytatódott az a tendencia,
hogy nagyon sok ingatlant vásárolunk. Örömmel mondom önöknek, egy ház egyetlen ingatlan kivételével az összes ingatlan kivásároltuk a majdani városközpont helyszínén. Örömmel mondom önöknek, hogy bizonyan sokakat bántotta a szemét a templom előtt, az öreg templom előtti utolsó ház, ahogy megyünk föl, tudják, aminek belógott a teteje a templomba. Az önkormányzatunk ezében ezt is megvásárolta, szándékaink szerint azt a területet elbontjuk, a területet rehabilitáljuk, és parkot fogunk kiépíteni, illetve beszéltem a katolikus iskola igazgató asszonyával, hogy mi szerint ott egy feljárót szeretnénk építeni, hogy az iskola, a katolikus iskola tanulói lépcsőn tudjanak felmenni az öreg templomra. És hát nem csak, hogy vásároltunk, hanem ez évben örömmel mondom önöknek, hogy nagyon sok felújítást, illetve új dolgot hoztunk létre. Elég, hogy csak ha bejöttek ide, és azt mondom önöknek példaként, hogy zebrán jöttünk át. Hosszú éveken keresztül gondolt, hogy hogy tudunk közlekedni, akik ugye jövünk a Petőfi utca fölött, hogy tudunk átjönni a művelési házba, nem volt zebra, megvalósult. Mint hogy nagyon sajnálom, hogy mi nem láthattál, de reményem szerint, hogy csinálunk egy nyitott sportkörbe, nézzék meg a sportpályát, nézzék meg, mi épült a sportpálya éltöző épületek lemeletét. 21. századi színvonalú sportvétesítmény juthatunk a magunkénak. Mint a örömmel mondom önöknek, hogy a múzeumunkat is felújítottuk, a készültségi foka 90% a felújítást illetve. És hát persze az óvodát, az öreg óvodát is ajánlom mindenki figyelmébe. A hivatal épületében kicserélünk nyilázálókat, ezzel is ugye jelentősen csökkentve az energetikai kiadásainkat. 10 utcát tudtunk minél felújítani, illetve felújítottunk egy pikátyúzni. Nem az volt régebben, hogy 3-4 millió forint értékben, 35 millió forint értékben sikerült a kártyúzást elvégezni, illetve jelen pillanatban is említettem, hogy a leaszfaltozó ügyén a Erdő utca, a Bartók Béla utca, a Lap utca, illetve a Csata utca is újra lesz aszfaltozva, hogy az idő megengedik. De hát nem csak ilyen rendezvények voltak az idén, nem csak egy építés, nagyon sok jeles rendezvényünk volt, színházi előadások, és hát talán a legfontosabb, igazodó szervusz, talán a legfontosabb, hogy a városunk büszkesége, égköve, mindenki milyen szavakat találok rá, hogy csak a táncegyüttes idén volt 50 éves, és én azt gondolom, hogy méltóképpen megünnepeltük az 50. születésnapot a városnapi rendezvény keretében, de még nincs vége, idén még lesz egy rendezvényük itt a falak között is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így van ennyien. Csak a táncegyüttes viszi tovább a hagyományainkat, nem csak ő, természetesen mások is, de minden ilyen egyesület igyekszünk támogatni. Tehát ez évi rendezvény volt, ami igazán szintén telt házat vonzott ide a művelési házba, a Feri atya. Azt gondolom, hogy nagyon sok embernek jelentett lelki felüdülést az ő beszédének meghallgatása. És hát szívesen hívom fel mindenki figyelmét, az elmúlt években igen jó kis koncertek voltak a fiatal, az idősebb korosztály számára is. Elég, hogy a Reddát mondom, a Prognózist, a Hooligans-t, vagy a Mr. Presidentet. Számomra egyik legfontosabb rendezvény egy nagyon sajnálatos eseménynek a folyamodványa volt, amikor is a Magyar Honvédség Fúvó Zenekar adott egy gála műsort a sportcsarnokban, hiszen egy családnak leégett az ingatlan, és számomra is megható, de nem meglepő, mert ezt vártam is az egértől, megható volt, hogy fogott össze a városokat, hogy segítette ezt a sok gyerekes családot. Mint említettem, önkormányzatunk nem csak ebben az évben, de az elmúlt 12 évben jelentős összegeket fordított arra, hogy a városban működő civil egyesületek, sportegyesületek működését biztosítani tudja. Itt éves szinten sok-sok millió forintról van szó, de magánszemélyeket is támogattunk, ha az eleset volt, vagy hogy olyan kiemelkedőt tudott adni a közösségünknek, hogy megérdemelte a támogatást. Most hát, szeretnék néhány szót szólni azokról a beruházásokról,
amik jelenleg is folynak ki összegem. Önkormányzatunk, mint mindenki, találkozunk elmi módtót, a mi módtónk az, hogy 21. századi várost építünk. Hát is a Szeged, tudtam hallani, nem történik semmi, ezért is örülök annak, hogy vannak majd eszközök, hogy meg lehet tudni, mi történik egy ilyen kisvárosban, mert hát még egyszer mondom, mindent ott kell összevetni azzal, ahol van. Mi itt is a Szegedek, azt gondolom, nagy törzsében nagyon szeretünk itt élni, szerencsések vagyunk, hogy itt születhetünk. Azt is tudom, hogy a város messze van az Édentől. Az Éden biztos, hogy nyugatabban van, vagy nekinek kellett, nem tudom. Nekünk pedig itt. És én mindig is azt mondom, és most is azt mondom, hogy nekünk itt kell megteremteni Amerikát. És az a nagyon fontos, hogy mindenki itt találja a boldogulását, a számítását. Nos hát, miközben nem történik semmi, azt ki mondja ön, de jelen pillanatban, hogy sok milliárd forintos fejlesztés történik is ezeken. Ebben van, ami egyházi fejlesztés, van, ami önkormányzati, van, ami állami fejlesztés. Előbb említettem az utakat, amiket mi nem adtunk el, de a közeljövőben át fogunk adni. És hát nagy örömömre szolgálja a katolikus iskola és egy új épülettel. Egy épülettel fog bővülni. A katolikus iskolai parkolót fogunk közösen építeni. Tudják, ez fogja segíteni azt is, hogy mi megyünk a temetőbe temetésre, akkor tudunk majd parkolni. És hát természetesen mondtam, amit megvettünk utolsó, hát annak helyen is, hogy a parkoló lesz. Tehát várhatóan ugrásszerűen nőni fog a parkolóhelyek száma a temető környékén. És hát nagy állami beruházás, ugye a vasútállomás felújítása, a vasúti felüljáró elkezd épülni a jövő év elején. Itt szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy jövőre, februárban leáll a vasút, és legjobb esetben decemberben indul újra. Mindenkitől hatalmas türelmet, önfegyelmet, megértést és együttműködést kérek. Hiszen felüljáró fog épülni, vasút épül, itt naponta rengeteg busz fogja tovább rontani a főutat, de ez nem megy máshogy. Ez nem mehet máshogy. Tehát olyan nincs, és nem is volt, hogy reggel fölkelünk, elmegyünk dolgozni, és mi hazajövünk, kész van. Tehát még egyszer mindenkitől maximális együttműködést kérek, minden is az egy embertől, és azt kérném, hogy a problémákat ne tetézzék, hanem egymás is igyekezzük inkább, hogy is, hogy megértése, törekedni. Hiszen ezek a beruházások, mind az iskolaépítés, mind a vasútépítés, a felüljáróépítés, aluljáróépítés, de hadd mondjam önöknek, hogy épül, most már elkészítünk a tervek engedélyezése alatt van, remélem jövőre tényleg elkezdő építés a 20-os új sportcsarnokban. Ez a rengeteg pénz, sok milliárd forint. Mint ahogy a zajvédőfal, hogy eredményes lobbing következtében alpolgármesternek köszönhetően 50%-kal több parkoló fog épülni a vasútállomás környékén, mint a tervezett. És el kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól tudjuk, hogy nem lehet most normálisan parkolni a vasútállomáson. Nagyon jól tudjuk. De ennek ez az ára, hogy ilyenkor most ilyen kellemetlenségek sorát kell, hogy közösen elviseljük. Azt gondolom, hogy aki már építette a saját házát úgy, hogy lakta, én magam, a feleségem, mi magunk így voltunk, hogy úgy újítottuk fel, hogy közben laktuk, hát az egy pokoli egy év volt. Most én azt gondolom, hogy itt annyi beruházás lesz a városban, hogy utána pokoli két év lesz, és ezért kérek még egyszer mindenkit, számolhatunk sokadszor is, hogy türelmet kérek mindenkitől. Hiszen építünk ebédlőt a Damjancsi iskolában, a Krébersbergek közösen. A vadászúti óvoda, az ott egy, azt kell mondjam önöknek, hogy egy csoda lesz. Már az első része megvan, láthatják az új külsőt, belül is tornaterem lesz, sportpálya, tehát tényleg azt mondom, hogy 21. századi.